1956. október 22-én rendkívüli események zajlottak a Műegyetem központ épületének aulájában. Feszült légkörben indult az 56-57-es tanév. A Sztálin halála utáni időszak politikai változásai erőteljesen befolyásolták a közhangulatot. A diákok szerte az országban nagygyűléseken, kollégiumi összejöveteleken vettek részt, ahol szociális és tanulmányi követeléseket fogalmaztak meg. Nehézségeket okozott a nagy zsúfoltság a tantermekben, a kollégiumok rossz felszereltsége, probléma volt a kevés és rossz minőségű menzásétel és a tankönyvek magas ára is. Korlátozott volt a lehetőség a külföldi munkavállalásra, nem volt demokratikusan választott diákvezetőség, és az egyetemek számos kérdésben nem dönthettek önállóan. A diák nagygyűlésen a hallgatók az ország politikai rendszerét alapjaiban érintő követeléseket fogalmaztak meg. A szovjet csapatok kivonása és új kormány alakítása is a 16 pont között szerepelt. 1956. október 23-án délelőtt több ezer példányban sokszorosították a követeléseket tartalmazó pontokat. A röplapokat, plakátokat a hallgatók több felsőoktatási intézménybe és a gyárakba is eljuttatták a fővárosban. A 16 pont a diák nagygyűlés határozata, később a forradalom politikai programjának egyik legfontosabb alappillére lett. A műegyetemisták tüntetése október 23-án délután 3 órakor indult a Budafoki úton, a Műegyetem kapujától a Bem-szobor felé. A diákok némán, zárt, tízes sorokban vonultak végig az utcákon. A tüntetést a Sztálin-szobor ledöntése és a Magyar Rádió ostroma követte. Aznap este kitört a forradalom és szabadságharc. 1956. november 4-éig a Műegyetem fontos szervezői központként működött. A hallgatókból álló nemzetőrség szerte a városban rendfenntartó feladatokat látott el. Az ifjúsági nagygyűlés egyetemi polgárai ma is büszkék arra, hogy megalkották az esemény egyik legismertebb dokumentumát, a 16 pontot, amellyel a forradalom fővárosi bölcsőjévé tették az intézményt. A műegyetemi megemlékezések középpontjában a forradalom előestéjén lezajlott aulai diákgyűlés és az október 23-ai felvonulás eseményei állnak a mai napig.